mobiltelefon, ahhoz úgy is van headsetet, és már van mikrofonod, arra is rá tudod telepíteni a DC-t. Ezek egy nagyon roppant egyszerű dolgok. Hello, hello, hi. Sánsi, drászúres. Közben Lee Eligmának várakozik, itt egy lúca, fölolvasom. Hol oltál ilyen sokáig, Pistike? Fox, tisztunk Zolikával. Igen, nyertem 7-0-ra. You are Russian? Nein, I'm from Hungary und lebe in Deutschland. Und you? Who is from Russia? Nem, nem. Szia, Alex, szia, Axel, gyere bejátszani, hát miért nem jössz játszani? Hát itt már rángatom a kormányt is. Nem, meg nem. Hát, hogy minden itt már itt fogom a G29-es kormányt, már izzad benne a tenyér. Most ahogy elősz, komolyan le fog előzni. Hát akkor leelősz. Annyira nyomom a W-t, hogy mindjárt kitörik. Hát gondolom... Már nyekereg. Kereg, nyekereg. Dörög villámlik, addig nem merem benyomni a gépet. Ledob a... Ezé, live, nem tudom miért. A live? Hát azért, mert valószínű, hogy nem megfelelő az internetet. Ledobja. Azért rá. Vagy még a másik a lehetséges ok, hogy nem bírja a gépet. A játékot meg a részét. Nem tudom, milyen géped. Hát azért... De már elég jó gép az. 8 giga DDR4-es ROM. 8 gigás videókártya van hozzá. Aha. Tehát azért... Bírni kell. Hord rest. Videókártyának bírnia kéne. Hát akkor inkább internet problémád van szerintem. Már nekem csak egy gigabájtos van. Már akkor szoktam még amúgy így ledobálni, tehát hogyha azért internet probléma. Várom már a nyarat. És miért várod Vidra lány a nyarat? Mesélj nekem, miért várod. Addig most meg pár perces lúcom. Már akkor lehet Balatonba úszkálni. Igen, mert ő ott lakik a Balatonon? Hát akkor nem megyek, tudom. Megyek hozzá, hogyha ott lakik. Szülinapom lesz, hát nekem is szülinapom lesz, de hát egy idő után tudod, már ez így múlik, hogy csettintesz azt. Most elmegy. Igen, már. Nekem sokára lesz. Sokára lesz? Nekem augusztus 16-án van nekem a születésnapom, gyerekek. Majd december 6-án. Ez jó, vettek. De nekem augusztus 16-án. Neked is augusztus. Nem mondd már, Vidra lány, hogy pont egyszerre. Nekem december. Egyenes vagy letérünk? Egyenesen. Egyenes. Nekem augusztus 16-án. Igen, de én is. Hát azért kérdeztem, hogy mert két egyenes frontátikatérési. Nekem meg augusztus 4-én. Na, Lee Eligman, akkor júniusban iszunk rá egyet. Júniusban készülj Eligman, mert... Június vagy július? Júni. Nekem júni 17-én van. Na, fene. Június... 16-ától vagyok szabadságon, 28-áig, és haza fogok utazni közben 3 napra. A Gabesz 77 szerint a farmenon elszabadultak a gyomok, és nincs hozzá eszköz. Gabesz, majd live után be fogok lépni, és adok neked rangot, hogy tudjál ott ténykedni. Jó? Milyen álltál meg, Zoli? Csak jogottam. Közben néztelek benneteket azért. Mi a jó
én csak leadta balok. Igen, aki még esetleg nem tudná is küldött nekem jelentkezést a Farming Simulatorra, a legtöbb embernek kiadtam a jelszavat, egy-kettőnek nem adtam ki, mert nem megbízható, meg olyat írt bele, hogy tehát igazából én úgy tekintettem a levelét, hogy semmis. Tehát úgy írta le a dolgokat, hogy hát ő nem vette meg a játékot, hanem letöltötte egyrészt, másrészt meg ő nem tud jönni DC-re, mert nincs mobiltelefonja, meg se mit tudom én milyen, úgyhogy na mindegy. Úgyhogy egy-két ember volt, aki nem kapta meg a jászot, többieknek mind ma átküldtem azt is, hogy hogy tud belépni, melyik szerveren van a Farming Simulator szerver, és ugye igazából majd még tervezek még ezért, majd még a YouTube-nak is, amit átküldtem linket, azt majd újra nézze meg, és az egyik fájlt azt frissítse, mert ma lett egy módosítás. Az Axis 420-at. Ja, de én küldtem neked két módot, azt nem tudom, hogy azt nem akarod berakni? Még nem, egyelőre. DC-n. Akkor. DC-n? Mondom, ha néztem amúgy. Akkor Laci, buli lesz, akkor hát igen, buli lesz. Bulizzunk egyet, Vidra lány. Vidrus, ha torta, akkor megyünk megenni. Lesz akkor live augusztus 16. Olyan viharban ellenne, hát én nekem az már ugyanolyan, de tudod mit, majd téged főköszöntünk, jó? Sőt, még lesz egyéb szolgáltatás is, amit majd befogok. Zoli, te melletted nem az előbb mentem el? de hát én hamar ki tudnak előzni. Na, ez még egyéb dolog is, tehát a webkamerához lesz egy egyéb szolgáltatás rakva, hogy tudtok ilyen állarcokat küldeni a kamerára, elméletileg, ezt holnap fogom, tehát aki támogatást küld, az tud ilyet beállítani, hogy ilyen az arcom helyett arcomra egy ilyen maszk kerüljön, vagy valami ilyesmi. Valami rondát? Figyelj, hát én a rondát is viselem, aki támogat engem, hogy a viharban, nem ilyen félveszek? Ez a fészedik vagy mi? Aha, ne, igen. Valami olyasmi, na. Így van, azon a fészen is, igen. Hát csináltam a Discordomat. Na, hál' Istennek, sikerült akkor, nézd, Zoli? Az volt a baj, hogy hogy a böngészében jelentkezett be az előbb. Gyerekek, én egy kicsit leállok. Egy pillanatra, mert itt nekem már is megoldom ezt, azt ez nagyon-nagyon-nagyon hangos volt. Igen, egy kicsit, de majd mindegy, én veszek le, ne izguljon, ne idegeskedjön. Az volt a baj, hogy a böngészébe lépett be az előbb Discord, de nem a Discord programon, de most megoldottam, bejelentkeztem ott a Discord programon. Aha, jó, semmi gond, örülök neki, hogy itt vagyom, úgy. Né. Oké, Csíkbárónak is az 57. lúca érkezik. Ugye? Jól látom? 57, igen. Nem semmi, vagy Csíkbáró? Most vagyok 730 kilométerre. Féltől. Ja. Oké, és na, én közben ittem, tudom, hogy meg kellett állni. Mikulás buli is lesz. Jó. Közben újra fölgyorsulunk. Majd előbb-utóbb én oda érek. Közben. Ja, hova is? Hát itt voltál előbb, én láttalak, vagy te hova mész? Oda, ahova ti megnézem. Mondja. Aha. Villás, Targoncák, Varsó, Stokes. Az, Varsóba menjünk mi is. Ja. Tudom. Én is oda vettem fel a villás targoncákat. Na, az jó. Csak ugye itt közben a Discorddal foglalkoztam, aztán addig leálltam. Aha. Élőre. Indulásnál. Én már közben látom itten a Csík Barónak az 58. lúcát. Tehát van egy ilyen, hogy várakozó, meg lejátszó, nem tudom, mondom, hogy egy kicsit olyan lassúnak tűnik ahhoz képest, hogy azt mondta, tehát amikor főmész a lutznak.com-ra, azt írta, hogy
azonnal megjelenik, ha valaki üzenetet küld, tehát maga itt a képernyőn, a YouTube-on, a nézőknek, ugye? Hát ahhoz képest amúgy hiába használom azt az OBS-t, nem úgy tűnik, hogy azonnal megjelenik, tehát igenis van egy kemény várólista van ott. Úgyhogy amúgy igen, tervezek augusztus 16-án live-ot, igen, de most júniusban ugye két hét szabadságon leszek, ha nem sikerül hazamenni, akkor is végig nyomom live-ba, tehát kőkemény, játszás lesz ezerrel. Nektek is akkor lesz pont már vége, évzáró lesz, tehát június 16-án már senki sem megy iskolába, stb. Tehát egyre nagyobb egyre nagyobb nézők lesznek, meg stb. Úgyhogy... Hát igen, nyári színet. Így van. Csoda! De amúgy tervezek Axelékkel is összefutni, mert ugye beszélgettük, hogy jó volna. Hanem a Lutz. Az a Lutz pittyog, az nem a DC. Az a Lutz, de az azért van, hogy én halljam a fülemre. Esetleg azt még tudok a Lutzon aludni. Amúgy szerdán csak 10 órára kell mennem suliba. Aha. Itt le kéne fordulni, ugye? Igen. Ja, amúgy megvan, hogy miért áll rá azért a Steam-en, mert miért... Na mi? Mert ugye az Index meg a gyors gomb, azért a felvétel. És egyrészt ugyanaz. Szia, Teve Kukac! Üdvözöllek, mi újság van? Laci, akkor Laca megcsinálta a mész szórót? Igen, azt mondtam, hogy azt módosítottuk. Annyi, hogy csak a piros traktorral lehet... Ó! Argele, Eszter! Nagyon? Geri, nagyon benézted azt a korlátot. A Lutz egyszer pityog, de ez egymás után háromszor pityog. Nem tudom mi, nem tudom, amúgy én nem hallom, tehát ez a legdurvább, hogy nem tudom miről beszélsz amúgy. Mert én nem hallom a pittyogást, mert engem zavarna. Elég ma a Lutz unatkozik. Aha, most hallom, tehát ezt mondod ezt, de ez... Ezt nem tudom, hát be van kapcsolva a... Ezért nem tudom, hogy miért. Majd én megígérem neked, elég ma, hogy ki lesz ez kapcsolva igazából. Az a probléma, tudod, hogy én beléptem a Zsoltiéknak a Discordjára, megkaptam meghívót a Katalin Discordjára, megkaptam meghívót a Fanny Discordjára, meg van az Axel Discordjára, meg a saját Discordomra is. Én is, meg a sajátomra. Ne küldjél, mert nem megyek több Discordra, nem vagyok hajlandó, és ezeket is le fogom némítani, és nem azért, hanem pont ezért, mert amúgy nem csak téged zavar elég, ma engem is. Li, egymás után háromszor biztos, hogy két drótot vágtál, de... Szia, kukac! Úgyhogy... Van egy olyan opció, hogy szerver némítása. Aha. De én nem akarom, tehát én akarok ott beszélgetni, érted? Csak nem szeretném, hogy ha bele... Tehát nem szeretném, hogy csipogjon nekem, küldjön értesítőt. Itt valahol van egy benzinkút? Nem tudom, most azt tudom, hogy pihenő jön, meg egy fizetős kapu. Azt látom én is. Át tudok ott menni, ott nem tudok átmenni. Szerintem nem fogsz tudni. De itt igen. Ah. Laci, csak ne törd össze magad. Rendben, Imike, igyekszem, nem összetörni. Most már azért egyre jobban megy, tehát nem mondhatni, hogy azért olyan nagyon nehéz. Csak még meg kell tanulni ezt a váltást, ugye. Teljesen más amúgy az élmény. Ettől szia, Szikra. Teljesen más amúgy az élmény.
Valahol kell identifikálni. A like gomb nyomása ingyenes, írja Axel. Közben jött még egy utcaig mától, csak most megmódosult az ablakocska. Laci a macskámnak köszön... Laci a macskám köszön neked. Én is köszönök a macskának itt. Szia! Így poénzak. Egyelőre megyünk végig? Egyelőre igen. Itt. Javítva lett. Mi lett javítva, Imike? Akkor nem messze tőlünk lesz egy benzinkút. Ja, én tankolok. Hát nekem is kéne, tényleg most nézem, hogy itten fogyás van. Mondjuk elég még 1164 kilométerre még a neved. Javítva lett a neved. Ja. Hát igen, megváltoztattam, mert túl snob volt az, hogy Kostyán László, nem volt cimpi. Már ennyi az egész. Nem akartam, hogy a magánéletem keveredjen a szezonnal, meg a fazonnal, vagy hogy szokták ezt mondani. Ha látok itt 700 méterre majd egy benzinkutat, az jó lesz neked? Aha. Zoli. Addig kibírja. És utána már szegénységmérő akasztott. Szegénységmérő lesz? Aha. Oké, és azt mondja, hogy nem arra gondoltam, rosszul írtam az előbb, ja? Semmi gond, ez nekem is megy néha, nem csak neked. Na jó, akkor én jövök, tankolok egyet. Jó. Én itt megállok. Így, akkor bevárunk, hogy megtankolja. Ja, hogy nekem is kellett volna tankolni. Hát mondtad, hogy de... Nem szóltok, hogy gyerekek. Én szóltam, te mondtad, hogy jössz. Azt nézd tovább, nem tudom, hogy miért. Na mindegy, majd tankolok a következőnél. Mi szóltunk, hogy... Szia, Rudi, Cica, szép név. Na jó. Nem tudtam, hogy te miért mész tovább, hát... Életem nem vettem észre! Laci, nézd, itt át lehet jönni. Hát jó, én nem szeretek, tudod úgy. Tudod, be kell tartani itt most már nagyon, ezért nagyon fontos emberek lettünk itt, most már be kell minden szabályt tartani, tudod. Te váltani kell meg mindent, tehát ez nem úgy megy. Olyan szagú lett. Ajaj. Na, Gerike, te most kanyarodsz, vagy csetet írsz, vagy mit csinálsz? Tényleg nálad megy a live amúgy. Kinél? Hm? Gerinél. Nem tudom, hogy Gerinél megy-e. Csendben van. Köszön. Mi megy nálam? A live, jaj, ez egy csetolvasos. Ha mely nem megy? Nem megy. Ah, látom, úgy lát. Szólt valaki? Nem szóltam, uram. Akkor jól hallottam. Laci, mennyi volt a kormány, ha megkérdezhetem? Kérlek szépen, a kormány volt 260 euró cakkon púder váltóval mindennel együtt. És akkor most forintba is. Hát át meg kell szorozni az eurónak, a 1 euró mennyibe kerül. Fizetős kapu. Nézd meg, és azt a kaput fogja ki, amit én ki akartam. Ajajaj. Jaj. Jó, szerintem lefulladt. Szakad az eső. Nálad? Valóságban. Ja. Te azért mondom, hogy nálad? Amúgy a játékban úgy nekem még egyszer se esett az eső. Nálam már hány.
Micsoda? Annyira hiányzik, hogy mindjárt felhúzom újra maxod az esőt. Na. Nekem középen van, de most... Nálam jó idő van, hál' Istennek. Ami a drágább volt, az megmondom őszintén, ami drágább volt, és igazából nem is akartam, tehát nem mentem úgy, hogy ezt megveszem, ez a gaming monitor volt, ez a Samsung QLED gaming monitor, 49 colos, ez került 899 euróba. Tehát ez, ami úgy, már úgy voltam, hogy megyek, veszek egy kisebb tévét vagy monitort, és akkor ugye megveszek egy webcamot, azt akkor ez így jó lesz. Aztán ott nem mit csinál az Olitrak, vagy ő arra megy, hogy nálam van kínai leves, küldjél ide is, kedves Vidra lány, küldjél ide is finom kínai levest, nagyon szeretem. Nekem is. Gyerekek, gyere Szikra, te is. Lenni finom kicsi kínai. Ja. Zacsi is jó lesz, hát mivel nincs más gondolom főzni, még nem tudsz Vidra lány, jó lesz. Jaj, nem mondd azt, hogy nem tud főzni, szerintem minden lány tud főzni. Igen. Na még 400 kilométer. Hát még azért fiatal ahhoz a Vidra lány, hogy tudjon főzni. Miért? Fiatalon lehet jó megtanulni. Hát minden fiatal lány tud, főleg a mai világban. Szecuáni cici kell a do innyien cézak. Vidra lányit kérdezik a fiúk, hogy tudsz-e főzni. Hát hogy ne tudna már? Nyilatkozzák kérlek szépen, mert itten már versenyeznek. Eddig tudtam jönni. Na, mi történt, Aurelius? Hogy eddig tudtál jönni? Valószínűleg nincs meg a DLC hozzá neki. Nincs meg a DLC, aha. Ó, hát miért nem? Majd mondom, telefonról be tudsz majd jönni DLC-re, ha csak van telefonod. Azt akkor ilyenkor látod, legalább tudom hallani, hogy neked ez ilyen DLC-t nincs, és akkor ha netán jössz velünk, akkor úgy keresünk fúvart, hogy ne DLC-eset. Na, szóval, mosolygós Vidra lány. Nem írja nekünk, na. Valószínűleg nem tud. Szecuáni cicikkel... Laci, szecuáni cicike Laci, igen, főzni én simán összeütök egy kis kőkáposztát, ha kell, írja Alex. Az jó. Én nagyon szeretek főzni, tehát az a második hobbim a játékozás, gamingezés mellett, az a második hobbim a főzés, és ideig még nem volt rá panasz, hogy nem jól főzök. Nem jól kaja. Nehezed már megrüggeli. Na, én itt a következőnél elmegyek tankolni, gyerekek. Na, hát tankoljál. Én meg ezt a fuvart még leviszem. Leviszed ezt a fuvart? Azt olvastam, de miért lépsz le, vagy hova mész? Hát el kell mennem egy picit. Ja, és mikor jössz vissza? Vagy máma menne? Még leszek. Még leszel? Csak el kell mennem. Azt mondja, én is tudok főzni, írja Imike. Na, Vidra lány. Szecuáni cicike Lacinak. Na. Sok kicsi, okay. Sokra megy ez. Laci, mészszóró nem lett egy kicsit túlsatszolva? Nem lett túlsatszolva, 40 ezres a tartája. És... Na, megtankoltam közben. Ki szeretne főzős live-ot Lacitól? Azt nem kaptuk főzős live-ot. Mert én nem tudok rendezetten főzni, tehát én kupit csapok, és azt meg én biztos nem fogom live-ba kibocsátani.
Akkor majd Discordon küldök képet. Úgyhogy ma lesz pizza, Laci, te kapsz. Köszönöm szépen a pizzát. Jöhet majd a pizza. Axel, még akartam kérdezni tőled valamit, hogyha én közben megyek itt a játékkal, meg fogom a kormányt. Ugye, hogy tudok az egérrel a másik monitorra menni? Hát F4. Máshogy nem, mert akkor lemegy a játék is, tehát aztán baleset lehet. Hát nem, hát valahogy csak lehet menet közben ottan ügylődni, meg balulni, érted, ott az egérrel még kapcsolgatni a dolgokat. Hát nem igen. Nem igen. Játék közben nem. Az ETS az nem az a játék. Én nem az a játék. Mert a farmingban láttam, hogy lehetséges. Akkor az ETS-ben... Nem csak abban lehet, hanem a Forzával is át tud fúzni az egeret, tehát az simán. Aha, tehát a Forzára még kíváncsi leszek, mert most... kifogom tabot nyomsz és jobb egér, akkor elvileg igen. Nem, aha. Simán át tud fúzni az egeret. Tehát a Forzába. Mert a Forza olyan, hogy ugye Windowson van rajta, és akkor fogod, csak áthúzod a másik monitorra. Aha. Fade to Silence közben itt reklámozódik a Fade to Silence. Már annyi reklámot küldtek. Kurkumába menjetek. Kurkumába menjünk, jó? Köszönöm szépen a lúcot. Laci, te mit csinálsz itt előtted? Hát így közben csetet olvasok, meg így mindent nézegetek közben. De miért nem a jelét néz, a telefonról? A csetet? Nem telefonról nézem a csetet, már monitorról. Hát be is cseszte, hogyha a telefonról nézném a csetet ezek után. Szia, Alexandra! Miért? Csumpa László, jó az új monitor? Nagyon jó a monitor, igen, nagyon jó. Hát azért, mert kész vagyont ott hagytunk tegnap a MediaMarktba, és ha nem menne az élet, valószínű, hogy összetörne bennem valami. Amúgy általában igen, amúgy szokott olyan lenni, hogyha valami nem úgy klaffol, amit én úgy szeretek, akkor ilyen begubózok magamnak, és akkor én az úgy engem nem nagyon érint. Ilyen kis bábozó ember vagy? Hát nem, hanem én nem szeretem azt, hogyha valami nem jön össze. Ja. Én azt szeretem, hogy összeklapul minden, és úgy történik, ahogy én eltervezem. Mit szeretnél velem beszélni live után, Geri? Kérdezi Vidra lány. Fizetős kapujon, gyerekek. Látom. Közben én már visszavettem a sebességen. Most már tesztelgetem itt amúgy, hogy mennyire kell benyomnom ezt a féket is, hogy jó legyen. Ugye? Ez nagyon jó. Most már elég jól megy, gyerekek. Úgyhogy most már elég jól megy, nem mered elmondani? Kérdezi Vidra lány. A Geri nagyon csendben van most. Aja, nagyon elhalkult a Geri. Nem ehhez szoktunk hozzá. Van valami, Lágon. Amit nem akar elmondani szerintem, vagy? Ki kér dupla sajtos Laci pizzát? Én kérek, de én nem dupla sajtos, én 4 sajtosat szeretem. Amikor rengeteg sok sajt rajta van, én azt imádom, én sajtot teszek nokedlivel, sajtot teszek pörköltel, sajtot teszek gulyáslevessel. Sajtot teszel csokival. Igen, még az is előfordult, igen. Tehát én nagyon... Na, Geri megszólalt és kérdeztek tőled valamit. Írja közben Émika, hogy Axel, a pizza nem sokára elkészül. Küldjön nekünk is. Így van, itt a kamionsofőröknek kőkemény útjuk van, úgyhogy küldjetek egy
Na már csak 70 km van, azt a betyárja. És még nem törtem össze magam. Jaj, te aztán szóld el! Laci, ne szóld el magad. Van az az Isten, szerintem, hogy végte összetöröd magad. Van még az az Isten. Jaj, mondom én, hogy... Mindjárt meg lesz, mert ez a pedál, ez nagyon, nagyon mozog amúgy. Ragazd oda. Nem, majd szerintem egy szőnyeget kell ehhez beszednem. Tehát beszereznem egy szőnyeget kell majd. Több mint fél. G29 pedállal, váltóval. A szőnyeget alá, igen, hogy ne csúszson el, tudod. A pedál a szőnyegben csúszkál. Szőnyegen is csúszkál? Azon nem. Szőnyegen nem csúszkál úgy. Aha. Ott stabil, van ilyen kiakasztója a G29 pedálnak, ilyen karmok. Az ki van nyitva, aztán szőnyegen nem csúszkál. Aha. Na, ezt még nem is néztem meg, de most jó, hogy itt vagy, Zajkám, azt elmondtam. Az alján van ilyen hosszú, hosszában ilyen karmok a hátsó fején, a pedálok alatti részén, és az király csak kicsit szúró sérülést okozhat, tehát vigyázni kell vele. De akkor... pár ugyanúgy elcsúszik az is. Csak szőnyegen jó. Aha. Na, most már ezt is tudjuk, látjátok? G29-es. Kormány tulajdonosok ketten. Na. Ilyen hosszú tégraláfszerű végig hosszába az elejénél pedálnak. Azt mondja Laci, 50 deka lesz a pozán. Az jó, az jó. Hát Laci, szerintem kisúlyoztam 1038-as traktorral a mész szóró XD. Aha, kisúlyoztad, aha. Nem tudom, akkor majd még megmódoljuk a Lacával igazából, mert ugye minél jobban megnöveled, tudod a tárhelyét, Patrik, tehát minél jobban megnöveled a tárhelyet, annál ugye nehezebb lesz a cucc is. Tehát ugye nyilván, ha teszel, fölnöveled 40 ezerre, akkor az 40 ezer kiló lesz, tehát érted? Én a piros traktorral mentem, és úgy néztem, hogy 40 ezer kilónál még azért elég jól elmegy vele, tehát a legerősebb traktor. Mert először beraktuk 64 000-esre, hogy 64 az el se indult a traktor amúgy. Laci, amúgy egy valamit észrevettem abban a játékban. Igen? Hogy ugye a bálát ugye fel tudod venni. A pókra. Igen? De már nem tudod letenni. Hát igen. De... hát én azért küldtem azt a módot, mert az fel is tud mindent venni, tehát mindent, meg le is tudod tenni. Aha. Uh-huh. Tehát azért érdemes azt a módot berakni, mert az akkor tényleg fel is veszed, le is tudod tenni. Hiába egy kamaz, de viszont fel tud mindent fizetős tenni. Fizetős kapu. Uh-huh. Majd megnézem, mondta, hogy megnézem, csak még az a baj, hogy mindig bejön, összejön valami, tudod, és így kimegy az ember fejéből. Nem árt az ember ráírni, hogy megnézted, mert én, az a baj, hogy én nekem is most már annyi dolog van, ami így... Tudom, értem, én csak azért mondom, hogy az tényleg érdemes, a másikat is érdemes, mert azt a kettőt azért küldtem be neked, mert aha. Azok nagyon jók. Azt hiszem, hogy az a másik, az egy permet, vagy nem is tudom mit. Vagy egy permetező volt, vagy nem tudom mi volt már azon. Meg nem mondom neked, de az is jó nagy kapacitással van, és azért azok jók. Tehát érdemesek ezeket. Uh-huh. László, én meg Csilis baba is raktam a sajtot. Na, ez a beszéd, Alex. Hát ez így a jó. Mindenre sajtot. Sok sajtot. De én belépett a Discordra. Na, örülünk neki. Csilis baba. Baba. Igen, finom, csak az én nem bírom el, az én gyomrom úgy ég tőle, mint hogyha a tüzet akarnám. Szia Robi, te is itt vagy, azt a mindenit. Azt hittem, hogy eltűntél. Ja, hogy itt már le kell fordulni, itt nem kéne már 90-nel menni. Nem, meg is álltam. Hát én jó, hogy 30. Laci előttem úgy megállt, hogy... Hát meg erős megállt előttem.
Azt mondja, csirke, paprikás, nokedlival, meg reszelt sajtos tejföllel, így van, így van. Utálom a csirke paprikást, utálod, Vidra lány, vagy mire gondolsz? Addig jó. Miért az? Az van így, a szecsuáni csirkét, azt szereted, a csirke paprikást meg nem? Hát ezt nem értem amúgy. Legfinomabb. Csirke paprikás a legfinomabb. Nem. Hogy lettem én négyesbe itt hirtelen? Itt hirtelen én négyesbe kerültem. Mi is ilyen, ahogyha felborulnék utolsó pár métereden? Megtapsolnánk. Most akkor mondanám neked, hogy kockacukrot neki. Ügyes. Ajajaj. Azt mondja, hogy hármas. Nem tudom, hogy... Nem? Akkor emelre takarjuk. Igen, hogy ezzel nem tudok átmenni. Oké, értelek. Amíg 120 km out vagyok. Na, én már itt vagyok amúgy. Köszönöm szépen közben a lúcot. Lefulladtam volna. Na, az kemény. Én csinálok egy beállítást. Igen. Mire? Villentyűzeten az aha. Indexet. Ez így nem jó. Aha. Még ezt a tolatást meg kéne tanulni amúgy. Ám jó. Na jó, van, én megpróbálom ezt másképp. Azt mondja. Ezt a tolatást, ezt nagyon meg kell gerleké, mint te mit csinálsz, még nem állt erre? Most tolatok be. És kész vagyok. De te hogy tudsz így tolatni? Én mi vagyok? Én mi vagyok ilyen béna? Most elmondod ezt nekem? Na, elméletileg most jó lesz. Úgyhogy én már betolattam. Te már betolattál? Jó. De most nekem miért nem fogadtál? Mi a problémád? Mi a problémád? Vasszisztasz? Na, lerünk pacsa majd. Nem tudom, még először le kell parkolnom. Nem úgy megy ez, ahogy én szeretném, amúgy, tehát igazából más problémám nincs vele. Csak az, hogy nem úgy forog ez a vaca, sok mindent. Ajajaj. Na, ez jó menet lesz, én szerintem. Na, mész. Jaj, Istenem, mit adjak meg? Hívom a vidrákat, és véged. Igen, Martin Pro. Ne használj sok szimbólumot. Na, miért nem megy rá arra? Közben itt Gerlele némította magát. Látom. Ne használj sok szimbólumot, mert letilt a botocska.
elég egyet-kettőt küldeni, az bőven jó. YouTube, te már fettél fő futballt amúgy? Még nem. De amúgy üdvözöllek. Próbálok egy kicsit úgy ráállni innen. Nehéz ez a kamion. Figyelj, úgy az a 8-asra. 8-as? 8-as meg 9-es. Halik a újaknak közben. Na, ez az. Na most talán jó lesz. Talán jó lesz. Az az! És siker! Siker! Na, ma még beállsz. Hát beállok, Szandi, beállok hamar. Erre megyünk. Sikerült. Lassan 3 hete nézlek. Örülök neki, Robi. Köszönöm szépen. Merre megyünk? Már is megmondom. Világvége. Feliratkoztam és lájkoltam. Nagyon szépen köszönöm. Azt mondja, hogy teljesítményed. Na, milyen fuvarjaid vannak, azt mondjad. Van Lublin, Austin, Poznan, Krakó, Ostrava, Kaliningrad, az ruszki. Nem tudom, ruszki megvan neked? Megvan nekem a ruszki. Én nekem minden DLC megvan. Nekem ne volna meg. Menjünk oda? Kaliningrad? Várjál, mert nekem olyan fuvarom nincsen. Vagy lehet, hogy csak én nem veszem észre. Nekem ilyen van, hogy Palermo, Kovula, akkor Velence, Renes, Pori. Pori esetleg neked. Majdnem 35 órája nézlek, igen? Hát az még messze van, az nincs. Ha... Mi van még neked? Akkor következő lapon van Bordeaux. Genf. Igen. Genf vagy Bic. Oszló. Bic. Oszló nincs neked amúgy? Nem tudom, azt nem mondtam. Azt akkor nem mondtam, akkor nincs. Várjál, nem, Ostrava van nekem. Akkor van ilyen, hogy Tallinn. Turku van még. Vasteras, Anborg. Anborg 2, tehát több Anborg is van. Hol lehet eljutni leggyorsabban Amerikába? Ha Elvis Presley-vel. Ez jó. Jó. Köszönöm szépen a Lucot Lielingmának. Kata, én kérem, megérkeztem én is, mert úgyse lenne sok. Megérkeztél te is, na, jó van. Vagyok Varsóba. Malmö nincs neked például? Mindjárt megnézem. Uppsala. Fuvarok, vállalkozói, megnézem. Axel meg közben küldte, hogy a lájkon megnyomása ingyenes. Köszönöm szépen a Lucot, Axel. Utána Berlin. Aurelisnak megint jött egy mosolygó smiley. Mit mondtál? Mondok, olyan vagy Szeged, Klagenfurt, Ausztriába. Mindjárt nézem, hogy Szeged nincs a véletlenül. Olyan jó volna már magyarba menni egyet kocsikázni. Krakó, Katowice. Katowice, Kaksa, Biosztó. Mindjárt megfrissítem, hát ha lesz Szeged. Ez érdekel engem is. Szeged az van nekem az. Hát csak én is azt szeretem. Azt mondja, Dresda, Hamburg, Stockholm, Magdeburg, Leim, Berlin, Kassa, Vax, Katowice, Kassa. Beisztott. Be kell frissíteni, akkor lehet, hogy beadja. Hát már befrissítettem, hogy 3 szó. Az a baj, hogy
majd ezt a helyzét, ezt a Tracker szempét, ezt majd meg kell csinálni amúgy. Jó. Magdeburgban nincs esetleg amúgy. Na, én mindjárt lenyomítom közben ezeket a ezéket, Discord szobákat, mert most már nagyon idegesít engem. Viszont akkor gyors fúvart innen, hát nem tudom. Hol vagyunk most? Hol is vagyunk most? Most vagyunk Varsóba, ugye? Varsó. Ja. Varsóba vagyunk, igen, mert... Te hol vagy? Én? A Varsóban, hát hol lenni? Na, azt nézem, hogy gyors fuvarba, hogy hát hol lenni, nem, de szerintem... Írja Éli elég ma közben, hogy mit csinál a kisfiú, ha talál egy borsószemet, büfét nyit. Geri, Laci... Igen. Na, találunk valamit, vagy mi legyen, mert éppen... Azt mondja, bajszos Gizike, fogadok, hogy itt van még Geri. Geri az elszaladt, valahol azt mondta, hogy majd jön. Na, Krakó, Szeged van, Helsingborg, Porszint, akkor... Mi van itt? Krakó, az nekem is van, pont innen. Micsoda? Krakó. Krakó nekem is van. Neked is van Krakót? Klagenfurt, az Ausztria. De én nem azt kérdeztem, hogy Krakkód van-e? Az... várjál... Krakkó... Szerintem az nincs. Hát akkor ez nem fog összejönni, Zoli. Hát, gyere velünk üresbe, vagy nem tudom. Akkor menjünk másik Zoli Krakkóba, jó? Jaja. Már akkor Krakkóba átmegyünk, hát ha ott találsz valamit, aztán holnap csináld meg ezt a izét. Hát szerintem még ma megcsinálom. Ha lemegy, de mindjárt megnézem azért, hogy be tudok-e lépni. De miért nem jó a jelszó, vagy elfelejtetted, vagy mi volt vele pontosan? Nem tudom, valamit, valamiért kidob, tehát nem tudom, mindjárt megnézem, hogy... Na. Ha. Jó. Na, ez túl súlyos, itt az jó. Vagy kábel csévéli. Aha. Jó hozzá a kamion. Jó hozzá. 7.30-es szárnia. Játék folytatása. Hopp. Mindjárt meg is nézem akkor, hát ha most nem beadja. Aha. Most már emeltek be kéne adni neki, mert most már tölt, úgyhogy nem tudom. Tehát... Azt mondja, külső megbízás, nézzünk akkor. Jó, megvan. Oké. Okay. Na, azt mondja, Varsó. Krakót nézze. Mert oda megyünk. Krakóba. Katowice, Krakó van. Azaz. Azt fogad el Krakót, és vedd föl, és a pályán találkozunk. Na. Na. Indulás. Nem is tudom, targoncát visztek? Én kék ilyen utánfutót, vagy micsoda. Ja, az. Nekem is az. Azért kérem, hogy mi, mert érdekes módon idáig nem engedte. Na és a pótot hol tegyem le? Hát szállítasd vissza a garázsba, visszaszállítják ezt. Azaz. Hogy, tegyem le, vagy mi? Hm? Tegyem le. Tedd le, igen, azt akkor izé. Oké. Okay. Leteszem, igen? Itt? Itt azt akkor majd visszamegy, vagy vissza kell szállítatni, nem tudom pontosan, hogy van. Azt mondja, Gizike, én és a Gizi. Vagy Laci, te magad ne zavarj, ja be. Várjál, azt nem értem, most elvállaltam, és nem látom azt, hogy elvállaltam volna. De akkor csak elvállalom még egyszer, mert az így. Nem tudok benne segíteni. Igazából. Ja, hogy... Krakó. Így van. Ja, igen.
Szerintem ki kell menni majd. Ja, te jött vissza az Olikám. Aha. Na, ez jó, tetszik. A kéket kell. Na itt megvárunk, addig menj, vedd föl. Így addig megvárom, közben én ötten figyelgetem a lúcot. Már 442 lúcot küldtetek nekem összesen, amiért hálás, köszönet. Lee Eligma összesen 37 óra 58 percet nézett. Le akar tényleg, hálásan köszönöm. Majd beteszed a videó alá a linket? Mi? Majd a linket beteszed? Be a videó alá? Hát befogom majd. Majd valamikor. Majd fogok menni azért monopolizni is, hogy ha valaki akar, jöhet. Na. Fölvetted már fuvart? Jaja. Bójállábok felkapcsolva, és mehetünk. Itt várunk az úton, úgyhogy itt várunk. Látom. Zoli majd jelöl be a Steamen barátnak, jó? Mert ilyen kéknek látlak téged, azt az lehet zöld is. Jaja. Nem tudom, Keri meddig, mikor jön majd. Nekem mind a kettőtök zöld. Hát persze, már mind a kettőnknek barátja vagy. Jó, indulhat Zoli, mert jön a közben, mögöttünk a Zoli. Jártam, jön. Én már látom, hogy jön. Csinálunk egy belső nézetet. Így van. Közben, ha tetszik, amit látsz, iratkozz fel, ha netán még nem tetted volna meg, vagy dobj egy lájkot. Na. Úgyhogy ezek vannak, holnap délelőtt szerintem eurótrakkozunk majd, RTS-ezünk Axellel, ha van kedve, ha nincs, akkor én nyomok egy RTS-t. Egy óra után tudok jönni. Hát jó, én délutános vagyok, azért mondom, hogy csak itt délelőtt lesz live, tehát ez sajnos ez a minden hónapban van egy ilyen hét, amikor délutános vagyok, úgyhogy ezt majd meg kell szokni. Mert akkor csak így délelőtt fogok tudni videózni. Mert mondjuk nektek jön a nyári szünet, úgyhogy igazából... Kinek? Hát a diákoknak, meg ja. A vidrájéknak, meg köszönöm közben a lúcot. Na, hát, így már jobb elég ma, ugye? Így már jobb azért. És lenémítottam az összes DC szervet, amin fönn vagyok, úgyhogy... Hol voltál ilyen sokáig, Pistitke, fociztunk Zolikával. Fociztunk, Ez durva. Nem tudom, hogy akadtál fel, de ez durva. Nem tudom. És gyerekek, Laci leesett. Laci kell. Ez nagyon kemény lesz. Hát onnan nem tudsz feljönni. Az nagyon... Nem följönni akarok én. Szépen kimenni innen. Hát onnan nem fogod tudni. V betűt nyom meg. Mit? V mint Viktor. Megnyomtam, megy egy kicsit hátrafele. Jó a live, jobb. De félig a földbe vagy. Félig a földbe vagyok? Aha, nézd meg magadat. Na de jó, meg le is fulladtam.
Próbáljál visszatölteni. Nézd meg hány óránál. Külsős fuvarnál hiába a visszatöltés sajnos. Mikor kettő érje közben, Robi? Minél? Minél van? Azt mondja, hogy minél mentés, betöltés. Oh, a külsős fuvarnál sajnos hiába van visszatöltés. Ja, külsős. Ja, mert azért, mert hiába van. Ugyan ide tölti vissza a kamiont, meg így. Ja. Ha de... mindjárt megnézzük, hogy mit tudunk művelni. Nem lehet kimenni onnan valahogy? Körbe, valahol? Nem. Nem tudom, mert fel van akadva. Tehát annyira fel van akadva, hogy körülbelül... kamionnak a... hát azt mondom neked, fülkéje majdnem benne van a földbe. Tehát megnézed a videón, akkor félig benne van a földbe. Jaja. Hát ez jó. Itt akkor sajnos csak szervizt lehet kérni, szervizbevontatást, akkor meg elveszik a fuvar. Vissza tudja menteni magát szerintem. Nem, a külsősben nem, mert most néztem és ugyanide rakott vissza. Na jó, beszélem a szerviz... külsősnél ugyanúgy van, ott más. Beszervizelem magam, azt ennyi igazából. Tehát most az nem... ez van, hát... ez ilyen... Hívjuk a segélyhívót, és ennyi, hát... legközelebbi szervizbe viszi a kamiont, ezt elveszik a fuvar sajnos. Á, ez van, hát most jön... egyszer fent, egyszer lent, így van. Na, meg is javítom akkor már. Most bemegyek én. Zoli, te merre vagy? Itt a benzinkútnál kicsit előbbre állt. Láttam, levaradtatok, aztán itt leálltam. Ja, akkor oda mehet. Nézzük, azt mondja, megnézem, hát ha innen van krakó. Látlak olyan 300 méterre jössz. Azt mondja, hogy fubaró. Lekát 100 körül. Nika 2 XD, jó van, nézek valami krakkót, hát ha van. Borderex, oszló, azért jó. Legyen a duram isten krakó, Dresda utáni a klappen, kádananana. Tehát krakkói fú vagy. Még attól. Ha veszek föl, már van is egy krakkói. Mert én engem visszarakott Varsóba. Gondoltam, már az van közel. Visszarakott Varsóba, úgyhogy most fölveszek egy krakkóit és megyek utánatok. Addig megvárunk. Nincs messze Varsó. Innen. Nincs. Nincs. Na. Mindjárt megyek utánatok, ne izguljatok. Órák kérdése. Csak meg kell keresnem a kijárót. Pár perc is jössz te is. Aha. Megérkezett Geri is. Geri, még itt vagyok Varsóba, ha gondolod. Ja, hogy még mindig be van kapcsolva ez a szutya. Akkor kikapcsoljuk. Nos. Gerikém, itt vagyunk amúgy még mindig Varsóba. Most Krakkóba keresél fuvart. Ó? Krakkóba keresél fuvart. Oké. Amúgy néztem, hogy lehet igényelni szervert a trackerem Péter. Igen? De minek rendeljek, mikor van maga? Ingyenes, ha jól tudom. Csíkbárónak közben 61. kutat, köszönöm szépen. Szervert lehet bérelni nekünk? Nem bérelni, hanem igényelni kb. Egy hétre következőre. Vagyis, hogy egy hét múlvára. Egy hétig ingyenes? Gondolom én. Majd elküldöm. Jó, oké. Tök hülyeségnek tartom, hát így is ingyenes a platforma. Hova? Tud mindenki a kényi kedve szerinted, hogyha... Krakkó.
Tehát, hogyha még izé, tehát még azt mondja valaki, érted, hogy... tudógépeket viszünk. Aha, ja. Na, akkor az úgyis ide jössz, akkor itt megvárlak a lámpánál. A siessé. Oké. Okay. Milyen gyors voltam amúgy? Gyors voltál, nem, hanem félborultam. Ja. Leesett a hídról, fogalmazunk úgy, nem akárhogy. Hogy esett le? Hát... Ahogy... Valását kérdik. Ahogy te szoktál, úgy estem le, ahogy te szoktál, Gerikém. Félig a várokba, félig az a... Kell 160-nal, gyerünk! Láttalak. Tudom. Tényleg én fővettem a futár fővet. Igen. Ó, már kezdtem ideges lenni. Egy jó kis kézifékes fordulás. Kézifékes fordulás? Egy jó kis kézifékes? Ez a legjobb. Ráfordultam a pótra. Na. Szépen közben aludszott. Hallott 58. Csíkbárónak aludszat. Most vetítik ide, én már a 61-et is látom, szóval. Le a kalappal tényleg. Na, kész vagy már, Geri? Próbálok rátalatni. Még mindig? Olyan nehéz felvenni, hogy mi? És akkor indulás. Indulás? Most indultam meg a póttal. Meg itt most indultam kifelé a városból, megyek föl az autópályára, hamarosan leszünk, fiúk. Jaja. Benzinkút, ne várunk, úgyhogy. Na hát ilyen jó, azt mondja, hogy... Jössz, Geri, utánam? Most mentem rá a gyorsuló ívre. Oké, és Gerle megindult, akkor mindenki beneküljön, írja a Lieligma. Nem, most már egyre ügyesebb, nem kell bánni a Gerit. Már egyre ügyesebb. Most van egy... Most is felakadtam. Most van egy újabb ellenfele a Gerinek, egy kihívója. Fanny. Most én vagyok a kihívója a Gerinek. És Fanny. YouTube. Laci, meg Fanny is. De ő most nincs itt. Az elég most engedélyezheted, mert az a Zolinak a izéje, linkje. Na mindig. Vagy Laci. Mit? Most mentem, de az S7-esre. Igen, jó. Oké, és... Kedgessük meg azt a 750 lovat. Köszi. Ott a Zolinak a linkje, oda is át tudtok menni, ha bár már meg volt öszva, úgyhogy a legtöbb ember innen átment, akik itt voltak. Jó van, Léa... Laci, jól Vidra lány, már mit fogunk várni a benzinkútnál? Itt vannak a fiúk is. Így van. Hol van itt benzinkút? Van itt egy benzinkút. Van! Az jó, mert én nem látok benzinkutat. Hát pedig majd mindjárt. Nyugodt legyél, hogy lesz. Hát egyszer biztos. Pil vagyok, Pil jövök. Na, most ez mi? Most vagyok vagy jövök? Melyik a kettő között? Valaki itt van a hátam, mert az Laci. Igen. Jó irányba mártak, mert már látlak titeket. Na. Megvárjuk még a Gerikét. Már látok valamit. Látsz már valamit? Akkor indulhat az eleje. Zoli? Ha.
Nyugi, lassítok. Na. Közben itten vesszük a sebességeket. Négy. Lehet, hogy a... Ja, nem ötös beraktam mindegy. Én szerintem váltot fogok cserélni ebbe a kamionba. Igen? Igen, már nagyon lassan gyorsul. Uh-huh. Laci, énekelj! Én énekeljek? Mit énekeljek? Inkább ne! Mit énekeljek? Mit szeretnél hallani, Vidra lány? Szerintem nem éri meg énekelni. La-la-la-la-la. Ja, igen. Lia alig ma küldte most egy üzenetet, egy lúcot. Melyik a jó indulatú daganat? Az, amelyik az anyós támadja meg. Ez az egy gonosz volt. De tudod, mikor jó az anyós? Jaj, én már megint itt a kanyarodon, pedig állik be. Ez. Jó, oké. Okay. Laci, de tudod, mikor jó az anyós? Hát amikor csendben van. Hát, amikor porhanyós. Így van, írja itt a botom is, hogy Facebookon is követhetsz, így van. Arra a linkre rákattintotok, ott a Facebookon szoktam előre fél órával előtte kirakni, meg van mikor egy kicsit előbb, meg van mikor egy kicsit később, mikor hogy jön rám a dolog, és ott is láthatjátok már előtte 30 perccel, hogy milyen live fog következni a csatornán, illetve Steamen is nyugodtan bejelölhettek barátnak, mert akkor ha jöttök velünk esetleg kamionozni, vagy bármi olyan játékot, amit találunk, azt... Ja, itt le kell fordulni? Jó, akkor szóltok, gyerekek. De azt hittem, hogy nézed a GPS-t. Ez ilyen éles kanyar volt, gyerekek. Na már jó, mert most már működik nagyjából. Hát nem szoktam én figyelni a GPS-t. Hát miért? Külső GPS-ed nincsen? Nincs. Nekem van a kamionba. Van? Nekem külön is. Ja. Nekem a műszerfalon. Aha. Hát mit kap a kis Vidra, ha kijön a vízből levegőt? Vigyázz, mert Vidra lányoz. Na. Jó, bár ő írta, úgy látom. Nem szent dioxidot. Nem. Levegőt kap. A Vidra lány, a Vidra levegőt kap. Gerekém, te mennyivel mész? Ja, hogy itt voltak mögöttem már? Nem, de... Nem, állunk. Mi megyünk 90-nál. Eddig egy jó 200 méter, de... Mivel játszik a kis indián a sinek között? Hát az életével. Vasúttal! Jó van. Azt, hogy nem hallottad? Mit? Amikor megkérdők, hogy mivel játszik az... Hát vasúttal. Nem hallottam. Én nem szoktam ilyen vicceket olvasni. Hát azóta, amióta Lieling ma így küldi nekem azóta. Te jó pofa csávó lehet, úgyhogy már várom, hogy júniusban összefussak vele, mert... De szerintem lesz mit ott a kávé alatt elmosolyogni. Ott lesz Róka koma is, az biztos, elméletileg Axel is jön, azt beszéltük. Vagy lehet, hogy mi megyünk Axelhoz meginni egy kávét. Azt küldhettek nekem is akkor. Mindenki kutlazázás van, aha. Igen. Mit csinál a hal a parton? Hát meghal. Vergődik. Vergődik amúgy. Helyettem is igyatok. Hát te is gyere, Hydra lány. Na, összecsapunk egy jó nagy estét, azt akkor együtt mindenki valahol találkozunk. Miért van csend a réten? Mert pitypang. Elég ma XD. Na?
Valami nem megy a kamion, amikor nyomom a gázt. Igen? Hát akkor ne nyomd a gázt. akkor inkább a féket nyomom hátra. Hát, ha elindul, tudod. Azt mondja, nyomok valamit, érzed? Így van, Geri? Ja. Most már elindult a kamion. Hát azért mondtam az elég, hogy én valamit nyomok, érzed? Persze, érzik. Na, amúgy Geri, te holnap délelőtt csuliba vagy? Igen. Ó, de kár, azt hittem, jössz velünk. Azt mondja, melyik gépet kell használnom, hogy fel tudjam szedni ezt a szőke csajt? A bankautóma, tehát a bejáratnál. Ez igen, igen, ez van egy jó videó róla, igen, mikor a csávó egy ilyen full extrás csajt nézeget ottam. Igen, és akkor megszólal a csávó az edzőtől, hogy melyik gépet kéne használnom. Ő arra gondolt, hogy ma jó, kigyúrja magát, és akkor hol. És akkor, hogy megkapassa azt a csajt. És akkor az edző mondja, hogy ott elvitte a bankautómatához, hogy tessék, ezt kell előttem, beütött a PIN kódot, és akkor... Fel tudsz szedni, igen. Igen. Köszönöm szépen közben a lúcot. Sokra azért vannak ilyen viccek, mint videók. Igen. Hát van egy olyan videó, én azt látom, nem tudom, hogy mennyire látod, Laci, amikor csávó volt a Lamborghinivel, és azt hitte, hogy hülyéskedik a csaj, és akkor tudod, hogy felszedik. És mondta, hogy hát ő nem megy, meg mit tudom én, és fogta, beült a Lamborghini, azt elhúzott a csaj, meg azt nézte, hogy na most mi van. Laci, megjött a lúcom, még nem, majd megjön. Hát Robikám itt közben nagyon sokan küldözgetnek. Figyeld, a kijelzőt ott amúgy is látni fogod, hogyha megjött. Hogy hívják a vallásos bérgyilkost? Hitman. Na, jó. Vagy Gerike. Nem vagyok vallásos. Bérgyilkos attól lehetsz. Hát ez az. Na. Hát ahhoz nem kell az egy vallásosnak lenni. Hogy hívják a számítógépező papot? Patlan. Felhasználó barát. De van egy olyan is, amikor az van, hogy paplan. Mi az öreg embereknek? Már se tudom olvasni, olvasom már valaki. Ugrálnak a hídról. Jaj, biztos nem fogom most kanyarba elolvasni. Elolvassam. Na, olvasd. Mi az? Öreg emberek ugrálnak le a hídről, lábukon gondoltél le a csizsam. Hát te hogy tudtad összetörni magad? Ki? Te. Én nem törtem most össze magam. Hát nekimentél a korlátnak. Az én voltam. Azt te voltál? Gratulálok. Én már itt vagyok a Krakkóba. Nem én tudom, én mondtam, hogy olvasom. Nem tudom, hogy ti hol vagytok. Te meg itt a kanyarba. Én megéreztem egy szalagkorlátot. Igen. Egy! Csak közben én nekem itt a sebességet már vissza kellett venni amúgy. Már hogy... Azért nem rossz lesz ez a váltó. Laci, hidd el, EU1-en is megtettem volna. Hát tudom, te ilyen partizán vagy. Te ilyen partizán vagy. Te ilyen geri partizán vagy. Mi a különbség a... Na, egy 90-es kanyat, venni 90-nal. Simán. Hogy a viharban? És bevettem. Gerike, mi a különbség a méh és a darás között? Az egyiknek benned madad a fullánk, és fáj. Nem, a darás nem gyűjt vasat. Mondjad! Ja, hogy mi? Laci, csináltam videót a péntek... Várjál, mert én itt... Ja, még megyek, jó. Csináltam videót a péntek esti live-ból. Igen? És a legemlékezetesebb pillanatokat, vagy? Mert mi volt pénteken?
Pénteken mi volt? A live tudom, volt. Tudom, hogy egy nap. Egy nap a többi. Egy nap a többi közül, tudod, Geri. Na? Egy a sok közül. Így van. Hány van? Mi? Tényleg majd kéne csinálni a tovább a ETSS momentszeket. Igen, már megvan belőle 5 perc és fél. Elsőre összejött gyerekek, úgyhogy... Így van. Mit akartál belőle? Csak 5 perces videót csináltam az RTS-ből, Zsolt. Szia Zsolti, üdvözöllek! Miért küldik a facsemetét a faiskolába? Hogy megnőjön. Hogy ne legyenek fatuskók. Ezek a viccek fájnak. Igen, ezek azok a jó pofa viccek, amik... Nézzi. Na nézzünk valami fuvar gyerekek itten. Én még parkolok. Még parkolsz? Még parkolsz? Hát, hogy? És véletlenül sem szökök a telephelyről. Na gyorsan nézzünk valami külső megbízást, mikor Geri parkol. Hó, én már találtam egy nagyon jót. Hova? Egy 2452 kilométerest Aberdeenbe. Nem megyek Aberdeenbe. Miért? Nem megyek Londonba. Már miért? Aberdeen. Vagy most nekem is megvan. Aszfalt marógép. Igen, nekem az nagyon jól fizet, az nekem mindenféleképpen kell. Menjünk. 39.137.168 forint. Azaz. Jó pénz. Menjünk. Mely, neked is megvan? Aha. Hova? Aszfalt marógép. Akkor elfogadom. Jaj, itt írja, hogy nagyon nehéz lesz, jó van, hagyjál már a hülyeségeit. Nem, mert neked 8-os. Nekem lesz nehéz. Neked 8-8-as látom. Apám kérdezi, hogy milyen live-ot kérdezek, mondom neki, hogy RTS, XD. Laci, 11, 12, 13, oda is kukorica, igen, javol. Szia, Patrik. De Patrik, miért nem inkább jössz velünk Angliába? Szerencsém, de nincsenek. Esküszöm, megveszi a Fetus-Ires, meg ilyen. Megveszi, de a DLC-kre nincs pénzed, vagy mi? Ja, hogy innen, innen indulja. Ja, jó van. Nekem nincsen aszfaltmarom. Nincs? Hát akkor jössz. Majdnem a legú... Majdnem a legutolsó. Jössz szüresbe, Gerike. Mit szólsz? Vagy útközben elteszel valamit innen, hozol egy darabig. Vagy én azt mondom, hogy én itt kilépek. Miért? Megyek chatre. Jössz chatre? Trollkodni? Aha. Majd te fogod felolvasni az egészet. Hát igazából... Ajaj, pótkocsi sérült. Már sérült a pótkocsi? Hát csak neki mentem hátulról. Elég ma, hogy lesz az apónak telefonja? Hát bemegy a sarokba és telefonja. Na. Jó van, ez ugye idő nagyon. Összesen 2513 kilométer. Indulás. 35 óra 22 perc a játék szerint. Covid. Ez is jó. Kisfiú, szia, jössz táncolni? Tini lány. Bocs, gyerekkel nem táncolt. Szia, szikra. Hát mi van kisfiú, veled, bocs, nem tudod, hogy terhes vagy. Hát igen. Hát mi van veled, szikra? Semmi? Hogy lesz az apónak telefonja? Hát bemegy a sarokba és telefonja lesz. Telefonja, ja, telefonja, ja, ja, ja. És már értem, igen, kellett egy kettő, mire elolvastam. Ja, ja. Farmolom a pontokat. Oké, és... De még rajtam van a csomag amúgy, vagy elveszítettem közben? Rajtam van, jó van. Jöttök amúgy? Aha. Álljunk. Oké. Nekem muszáj egy kicsit lendületbe tenni, mert az azért.
Miért? Egy 30 lóval és elbírja. Jó, oké, csak ez egy kicsit keskenyebb a kereke, mint tiéd. Keskenyebb? Neked olvasom majd a vicceket. Csík Bárónak itt várakozik már a 62. lúca. Nagyon szépen köszönöm, tényleg le a kalappal. Jaj, hogy nálam ilyenek nem jönnek, úgyhogy. Családfő azt mondja a gyerekeinek, ha meghalok, fújjatok be Old Spice-szal. Miért? Hogy érezzétek a hullám frissességét. Az jó. Isten. Az nagyon jó. Na, azt mondja, ti ott vagytok. Ajajajajaj. Melyik ezekre a kapukra majd figyeljetek amúgy, mert nagyon veszélyesek. Mi az, amikor a szökkenőnek hajában van egy fekete tincs? Igen, mi az? Ödemény. Hát mert remény hal meg utoljára. Lehet csinálni akkor. Várjunk. Hogyha leborultál egy hídról, akkor lehet csinálni borulás montást. Miért nincsen a vámpírok Facebookon? Mert nem tudnak tükörbe fényképezkedni. Arra van a telefon. Na. És a selfie bot. Itt vagytok közben, amúgy jöttök. Jaja. Azt mondja, a Lia Ligma küldött egy lúcot. Holnap Magyarországon 30 fok lesz, ebből 5 Budapesten, 5 Szolnokon, 4 Tatabányán. A több generáció egy kisebb falva kosztoznak. A többi generáció... Ezt véletlenül nem én küldtem be egyszer Discordra. Várjál, megkeresem telefonról. Köszönöm szépen a lúcot. Hogyan ébreszti fel Hófehérke a hét törpét? Seven up. Seven up. Seven up. Fizető kapu. Ilyen. Ami nem jó, mert ugye felakadhatsz. Ne húzzál vissza! Azért megérzi a súlyt. Megérzi? Aha. Hát hátra húzz, hátratól. Igen? Hát persze, hát azért nézzél már rá, hogy a tiéket hányszor hanyos, az egyéb hányszor hanyos. Mi a közös Petőfi Sándorban és Vágó Istvánban? Na, mi? Mind a kettődől neveztek már el hidat. Igen, Vágó Istvánról is. Jó. Ja, van Vágó híd, igen, égül is. Ja, jó mondják. Vágó híd is van. De akkor... Az is lehetne, hogy mi a közös Petőfi és Szemedében. Mindkettődől neveztek el iskolát. Gina citrom csipog? Nem tudom, akkor megint a fülját csavartam a teát. Aurelius is küldött egy lúcot, hogy jó a live. Köszönöm szépen, Aurelius. Remélem nem sokára meg lesz. Na, írja Axel, hogy visszatértem. Mi van, már vége a koncertnek, vagy mi, Axel? Vagy még most mentek? Anya, galambok, van nálad kenyér? Nincs, most tedd kenyér nélkül. Aj! Tényleg, most mentek még koncertre, Axel? Vagy már voltatok? Vagy már nem tudom már. Úgy már nem vagyok képnél. Axel esőtáncot jár. Esőtáncot jár? Axel vs. Nika. Jaj! Gyere, mi történt? Tarts meg azt! Mit csinálsz ott előttem? Kétkerekeztem. Ödobi és miért? Azt mondja, mi a különbség a Trabant és a Ford között? A Trabanttal meg lehet fordulni, a Forddal nem lehet Trabantulni.
De lehet, hogy átépítjük Trabant, de... De azt meg senki nem látta, hogy én mit csináltam. Tehát ez... De én élőbe kézvetítettem. Nézd vissza a live-omat és látod. Jó, hát... Ez egy kicsit... Jó. Megint... Fizetős kapu. Ilyen. Hurrá. Szeretjük. Örülök, hogy ebben a nagy böhöm jószággal itten fölgyorsulok, mert akkora rekomány van rajtunk. És erre fizetős kaput tesz be a játék. Hát milyen szép már, nem? Az milyen szép lett volna, hogy én fel is borulok fel? Szerintem így semmelyik nem tud táncolni, hogy én táncoltam ezzel a kamionnal. Kicsit elő. De én tudok. Igen? Na, meg jobban is. Kicsit előbb álltam meg, mint kellett volna. De semmi gond közben. Nem jönnek a viccek. Nem jönnek a viccek, kezdenek kifogyni belőle, tudod? Akkor írom én. Na nézzük, mit találsz Gerikém közben. Ezek nagyon hosszúak. Nagyon hosszúak? Azt mondja, honnan tudod, hogyha nem túl bizalomgerjesztő környékre költöztél. Még a templomba is kidobó ember van. Ki van itt mellettem, ez a Zolika? Hiszen ja. A repülőcsésze a jakban. Szia Zoli! Hiszen a repülőcsésze a jakban? Hát persze, látott is már repülőcsésze a jakat? Mióta elváltam, azóta nem. ez jó pofa. Na. Ez egy erős vicc. Attól függ, honnan nézzük. Nem, találtam még erősebbet. Azért mondom, hogy attól függ, hogy honnan nézzük. Paprikáson vagy paprika nélkül? Mi az, ami a szőke nőnek havonta egyszer van, és nem tart sokáig? A fizetése. Ennyi. Melyik a legelőnyösebb frizura az anyósnak? Na melyik? A rövid fekete haj középen voltával elválasztva. Na, itt hogy gyerekek, itt tartunk, menjünk hova, és menjünk Angliába, megyünk, ugye? Aha. Igen. Angliába tartunk, menjünk Angliába. Egy 2500 kilométeres távabból már 200 lement, de ha valamelyikünk fönnborul, akkor szerintem akkor le is áll. Egy óra alatt két korsó sört hajtottál le, én meg vízből sem tudnék ennyit meginni. Hát vízből én sem. Az úton megy a legújabb és legdrágább Mercedes. Hirtelen fékeznie kell és megáll. Néhány másodperc múlva hatalmas csattanás hallatszik az autó hátuljánál. A Merci fedélzeti számítógépe a következő üzenetet írja ki. Új Plug and Play Trabant 600-es eszköz csatlakozott. Lepíti hozzá a szoftvert. Hogy hívják? Ajajajajajaj. Hogy hívják Bill Clinton Schlitzét? USA Open. Egy óra alatt 7 korsó sört. Ja igen, ezt olvastad, ugye Geri? Melyiket? Az egy óra alatt 7 korsó. Igen, azt olvastam. Okés. Hol tűnt a vidrám? Hova tűnt a vidrám? Mi van a vidrámmal? Megint fizetés kapuján? Aha. Éljen. Én már lassítok itten. Be... Kapuzok itten már. Az orvost kérdezi egy barátja, hogy hova siet.
Képzeld már, 2 hete járok egy beteghez. Szegény, és mi baja? Miért jársz hozzá? Nem tud fizetni. Hideg, sörös üveg, te miért ülsz? Az anyósom tarkójához nyomtam a hideg, sörös üveget, de hát ezért nem ültetik le az ember 10 évre. Na jó, de 6 métertől. De 6 métertől. Ez jó pofa. Igen, közbötös. Mit mond a részek focista? Na, mit? Berúgtam. mit mond erre a... Várjál, hogy volt? Na, ugye két ember mondja azt, hogy én már berúgtam. Én is, ma meg! Én is berúgtam. Közben most kérte, miért jársz olyan gyakran feleségeddel éjszaka imulatóba? Mert ez az egyetlen hely, ami még nyitva van, mire a feleségem befejezi az öltözködést. Közben itt megjelenik az... Mit csinál a szökenő, ha lefogy a számítógépbe? Na mit? Berakja a mikróba. Axelnak is itten like-on megnyomása ingyenes ismét. Köszönöm szépen. Miért büdös a fó? Na miért? 8 hónalja van. Zolikám, te nagyon csöndben vagy amúgy. Mit csináljak? Nem, te másik. Ja? Ja, igen. Közben egy nézelődő. Nézelődő? Mit nézelődsz? Próbálom itt a telefonon is belülemelni majd a YouTube-ot. Ja, a telefonon? Hát én nem tudom, hogy azon lehet cséges-e. Lehetséges, már YouTube azon is van. Azt tudom, hogy van, de hogy live-ot tudsz-e rajta közvetíteni? Hát nem közvetíteni, hanem ugye ránéz. Ja, ja, hogy ott ránéznek. Igen. Ezen is nézem. Mondjad, Geri. Miben van a legtöbb vitamin? Na, miben? A gyógyszertárban. Ilyen hülye viccek ezek, jók, a legjobbak amúgy. Hova utalja, mit szemaszkolt az orvos, ha depressziós? Hát nem tudom, de te mindjárt elmerd. Hát csoportterápiára. Csoportterápiára? Én is ismerem. 2 katica beszélget. Átmentél a vizsgán? Persze, és te? Én is 7 pont. Mici maszkol és malackol mennek kézen fogva. Te malackol, menjünk, tudod, hogy menjünk disznóvágásra? Dögölj meg! Jó, Isten. Axel, nem, hogy bejönnél hangba legalább. Na, mit akar? Mit hall az indián a sineken? Na mit? Szörnyet. Jössz amúgy Zoli utánunk? Vagy előtt? Igen. Mögötted, valahogy egy kicsit lemaradtam az közben, de megyek 90-nel. Jó, oké. Én 85-tel megyek. Hát igen, mert a felfel eléggé meredek. Most már csak 83-mal. Mivel előzhetjük meg a rákot szívinfarktussal. Hú, ez nagyon rossz viccünk, Gerike. Ez már tényleg övön aluli. Igen, ezt akartam volna mondani, hogy már övön aluli volt. Miért teszik a rendőrt fánkot? Na miért? Mert éhes. Én azt hittem, hogy csak azért, mert unatkozik. Miért van a szökkenő monitorján cipőnyő? Nem tudom. Mert megpróbált belépni az internetre. Jó, oké. Oké, és jó. Okay.
You too, mindjárt beelőzlek, you too. A kocsi mellett egy tészek férfi fekszik az aszfalton. Egy járdakelő megkérdi, mi történt magával, barátom? Semmi, én vagyok a kocsma reklám. Jó. És mi történik, amikor a szőkenő átfesteti a haját? Mesterséges intelligencia. Nekem van még egy jó pofa sztorim amúgy. Hát két cigány megy az úton, találnak egy-egy trabant ajtót. Az egyik azt mondja, jaj, maradicsuk, nagyon meleg van. Másik azt mondja, lehúzzam te si az ablakot. Jé, egy Fanni a chaten, dé, szia Csanni, kám, hát mizu veled? Szia Fanni, miért nem jössz fel? Mi az abszolút lehetetlen? Na mi? Veterán kamikáze találkozó. Mizu Fannikám, kimozdultál otthonról? Kinyújtózkodtad? Mert mondtad, hogy írtad, hogy sokat ültél. Csókolom, Fanni néni írja Alex is neki. Csókolom, Fanni néni. Na, sokára utól érlek, YouTube. Jó, oké. Okay. Keri írja, csókolom, Fanni bácsi. Ú, ezért nagyon fog harapni a Fanni. Fáradt vagyok, csak vendégeim vannak. Ajaj. Hát tudni... Anyu, kérdek meg egy poákakot, mondja a kislány. A reggelinél szolgált ki magad, tudnám, minek az ilyennek gyerek. Mi van? Akarom mondani Fanni néni, szia Fanni, írja Aurelius. Úgyhogy menjünk itten. 2170 kilométer van szerintem. Nem tudom meddig fogjuk, ki fog először felporulni. Léptem tollaidat, letépem a tollaidat a bácsiért, és elégetem őket. Kis Polszkiban írja Gerige. Nem, Suzuki-ba fogja. Axel, Kis Polszkiban vannak. Vagyis Suzuki-ban. Nekünk Suzuki-nk van. Nekünk is. Kicsi Suzuki, kicsi kocsi Suzuki, nem kell sokat kérteni. Bizony. Dragon Black, kicsi kocsi Suzuki, üdvözöllek. Betegyem a kicsi kocsi Suzuki? Nem tudod, mert le van nélidítva nálam a bot. Áj. És maximum csak nálatok hallatszódik. Ja. Fanni gyorsan csinál, lod vagy lassan? Kérdezi Szikra. Gyorsan csinálod vagy lassan? De mit csinál gyorsan a... Fanni. Mit csinál gyorsan, vegyesen? Vegyesen. Dragon Black. Na, mi van, elhallgatott itt a Discord világ bagázs? Mi van, fölvettünk 2500 kilométert, azt mindenki hallgat? 2123. Ó, és akkor most mi lesz? Ó, hát van kormányom, én vígan levezettem, csak sekkel hozzá. Hát ha bírsz ülni, akkor jó. Igen. Tollepkedés. Amúgy szólíthatsz Bálintnak, vagy Palinak. Rendben, Pali. Laci Zsolt is... kezdi az ETS-t. Zsolt is kezdi az ETS-t. Milyen Zsolt? Ki az abszolút bátor? Na, ki? Aki tök részegen éjjel négykor hazaérve a középen se úgy tartó tomboló feleségét megpillantva azt meri kérdezni, hogy takarítani fogsz, vagy csak eldepülsz valahova? Igen, és takarítani fogsz. Mi van? Ez nem volt jó vicc, Gerike.
Olyat mondjál, ami jó. Jó vicc, olyat mondjál. Valami elementált szára a játék az előbb. Ja, igen. Tényleg, te még itt vagy, Zoli, amúgy? Ja. Itt vagy még csak lemaradtam. Valami elementált szára a játék, aztán visszahoztam. Aha, csinálva. Kiment a fűre, belassult. Na most, nektek még most jelenik meg Csirkbárónak az 59. lúcia, de én nálam már a 63. is várakozó állásban van. Le a kalappal, köszönöm szépen. Abszolút bátor az, aki hashajtót és altatót vesz be egyszerre. Szia, Maros pap! Én már majdnem megtettem. Csak a hashajtó fele volt meg. És az altató? Az nem volt meg. Na, hát akkor az altatót is adta. Szia, Maros papi, mi újság van? Hogy hívják a kombi úr feleségét? Pass. Kombiné. Kombiné. És a családja? Kombi família? Kombináció. Tudjátok, van ez a kombinét, kombinét, a titkos kombinét. Köszönöm szépen a lucot. Melyik a legédesebb állat? Na melyik? A kakaós csiga. A kakaós csiga. Tudom, mennyi az idő amúgy. 7:54. Mikor részeg vagyok, megfordulok itthon, megfordul itthon a világ, a kutya puszilgat, az asszony megugat. Ez azt tudom, ez elé szokott ilyen fordulni. Jó reggelt, szomszéd! Milyen vödösek a szemei? Jaj, ne is mondja, nem aludtam az éjjel egy percet sem. Valami szörnyen bugott a házban. Maga nem hallotta? Én nem hallottam semmit, mert egész éjjel passzívosz. Geri, azt csinálom, vagy kérdésre válasz, kitépem a tollaidat egyesével, és elégetem Nika segítségével. Látod, kellett neked lebácsizni a Nikának a kislányát? Fannit itten kellett pántanod a Fannit, most kitépi a tolladat. Nika nem bántana engemet. Hát lehet, hogy bántana azért. Hát már nem tudni, most már nem tudni, hogy mit csinálna veled a Nika. Sose lehet tudni mostanában. Nem, végülis mostanság, tényleg nem tudni. Geri, neked adj lesz. Közöttem. Két vakul a moziban. Megszólal az egyik. Te látsz valamit? Nem. Akkor cseréljünk már helyet. Ez durva is kevés. Azt mondja, miért rakja a nő egy poros szőnyeget a hűtőszekrénybe, hogy kirázza a hideg. Laci, ne kell tankolni? Hát megállhatunk, mert aludni kell az emberkémnek nem sokára. Aludni? Aha. Igen, bizony. Be van kapcsolva. Multiba aludni, nekem még soha nem kellett. Egyszer-kétszer. Jaj. Mindjárt jöttem már. Istikét és Mollickát megkérdezi a tanítónéni. Istike, te mi leszel? Felnőtt korodban, rendőr, az szép szakma. És te, Móriczka, én bűnöző. Miért bűnöző? Hogy együtt játszhassak Pistikével. Igen. Robikám, tönkre teszel most már engem. Olyan sok Laci dollárom. Nem tudom neked mennyi van. Ah, most már... 2322. Most már te is tönkre teszel, igen. Két kis cica beszélget a kínai étterem előtt. Te mi leszel, ha nagy leszel? Pekingi kacsa. Na, oké. Hát igen, ha nem nyomtam be a kuplungot. Hogy hívják a légy legyezőjét?
Nem tudom, de én itt elmegyek alukálni. Légy kondicionáló. 2022 kilométerre vagyok a céltől. Igen, mi 1976. Ja, már ugye itt most baleset nem történt, neki ment a talakkorlátnak, de kijöttem belőle. Az jó. Na most már robolok újra. Aha. Na. Indulhatunk. 47 millió eurónk lett gyorsba. Szunyog, Trans Tibi, üdvözöllek Tibikén. Na, miért nem indulsz el? Ja, hogy főkén engedne kuplungot. Jó, ha? Oké. Követ. Hogy kell dolgozni az indiánt? Inkább? Szia, Tibi! Hát öröm téged látni, Tibikém. Hát mi van veled? Semmi? Tankolni kell. Arra érek. Tankoljál. Ja, hogy én nekem váltani kéne közben. Ja, látom a benzinkutat. Váltsz benzinkutat? Ott vagyunk mi is, ott voltunk mi is. Jaja. Kialudtad magad? Ki? Hát muszáj néha amúgy, mert így fejlődnek az emberkéim is, tudod. Ja, most már itt vagytok, látom. Aha. Mi lesz hófehérkéből, ha megfogja a magas veszélyt, amit Ádám vezették? Fekete hajó? Fekete hattyú, vagy mi? Hamupipőke. Rájöttem Nikával hajnalban tudok jókat beszélni. Jó, rendben, örülök neki, Fanni, hogyha hajnalban tudsz. Szia, Tibi. Hajnalban örülök neki, hogyha jókat tudsz beszélgetni. Így van. Én hajnalban aludni szoktam. Robert, én ismerem. Na, pörög itt a chat, gyerekek. Pörög itt a chat. Hajnalban nekem vissza sem ír. Hát ez te vagy, Geri. Ja. De kettőkor még a Discordra írokat be a Nikol. Hát nem tudom. Mennyire vagytok mostant, Laci? Most, hogy mennyire vagyunk fönt? Hogy érted a kérdést? Hát mert kijöttél ugye a benzinkutra, én meg kicsit álltam. Még. Mennyire? 1938. 1974 kilométer. Azért, mert akkor még voltak nálam, csak azért kérdem azért. Itt van Tibi, és jön, azt levezetjük ezt a két. Jöttek úgyis, itt úgyis. Jöttök. Ja, hogy én nekem át kéne már rég váltani. Nem furcsa, hát, hogy... Ja. Nem furcsa, hogy négyesbe vagyok, nem. Egy kicsit se. Egyenes kéne menni, ahogy én nézem, és én látom. Live-udom. Uh-huh. Közben. Azt mondja, Axel nem hajnalka, hanem hajnal. Ja. Miféle hajnalka, kérdezi Axel. Gyere már be hangba, Axel. Mesélj nekünk Fanny, valami szépet. Hát a Fanny már nem hiszem, hogy be tud jönni hangba. Kukába, kamu. Micsoda? Írta, hogy vendégek vannak. Kukába, hamuként Geri. Gerikém égetik a tolladat. Hát igen. Geri nem jó helyen húzott sorszámot. Sajnos. Javul! Fanni félig alszik. Ja igen, már ti ilyenkor szoktatok aludni? Nem tudom, ezt mennyi idő alatt fogjuk amúgy levezetni. Megbukkantam a DC-men. Nem rövid idő, az biztos. Hát nem rövid idő. Hát de jó pénzt adnál, ne sírjatod a szállat. Hát így van. Nekem amúgy is szoktad, úgyhogy már én nekem... Ez a pénz, ez már megvan. Ha elbukom, akkor is van. Végre lesz egy jó teljesítő sofőröm. Te megtiszek mindent, hogy levezessük ezt a kört. Mindjárt főbotlok. Megfukkantom a DC-met. Hát ott olyan ember mozgások vannak ott a DC-den. Amúgy, Fannikám. Én nem tudom, én lenémítottam. 9-kor szoktam aludni, csak aki 3-ig fent van, az
Az álmos. én már voltam fent. Olyan négy. Hát egy ilyen... Négyig? Hajna négy, öt óra. Úgy voltam fent. Uh-huh. Én nem tudom, hogy ki hogy szokott fönn lenni. Én általában, ha éjszakás vagyok, akkor reggel 8-ig szoktam fönn. Ha délutános vagyok, akkor én ilyen hajnali 2-ig. Ha délelőtt is, akkor csak este 10-ig. Hát ugye ez mindig más, változó. Na mi van? Közben nézem. Közben nézed? Csak azt hittem meghalt a DC-t. Axel azt mondja, hogy indítottam az ETS-t, kérdeztem, hol vagytok, nem volt válasz, de most már GTA indulna. Ha, akkor indítsd a GTA-dat, hagyjad már, tudtad jól, hogy hol vagyunk. Itt nézed már 2 órája a live-ot, nem is kérdeztél ilyet, hogy hol vagyunk. Egyszer kérdezte. Hát de miért nem jön be hangba, tudja jó, hogy nem tudom olvasni a csetet. Én fel is olvastam. És akkor miért nem válaszoltál rá? Mert én se tudom. Hát mit nem tudsz, hogy megyünk Angliába. Én arra mondtam, hogy Kispolszkiba vannak. Köszönöm szépen közben a lúcot. Hát Angliába megyünk. Ja, Aberdeenbe azt hiszem. Hát akkor menjél gépjel. Mi az, ha feldobják a nyos, ha leesik semmi? Hát egy jó nagy mázli. És érdekel, azért írogat, hát tudja jó, hogy live, mert nem tudom annyira figyelni a csetet. Ennyi, akkor GTA-zzá. Igen, csak kis válaszok voltak. Jean, kérdem, vigye fel a ott át a padlást. Miért tudom? Mert magasan szedetnék énekelni. Jaj, de jó. Aj. Ahhoz elég egy violin kulcsot hozzáadni. Yeah. És Laci majdnem felborult. Aki itt van előttem a benzinkútnál. Hát mit csinál? Füvet nyír? Laci, igen. Majdnem felborultál. Füvet nyírok, igen. Füvet nyírok. Füvet nyírok, pontosan. Hát Axel megtanította visszahozni a kamiont borulásból. Hát ezt nem hiszem, hogy megtanítottál, mert szerintem ezt nem tudom mindenki szedni. Arra már nem jutottam el, hogy megtanítsanak arra, de tolass. V-betét nyom meg. És tolas. Megvan. Megvan nyomva a V-betét. Tolas. Patrik, hova tűnt Damon Hill? Hova tűnt? Jó, Isten áldja meg ezt a... Na. Talán, hogyha a fát nem látnám is akkor. Közben nézd már meg... Ezért, hogy merre vagyunk. Na. Szia, fasért! Merre vagyunk? Igen, azt nézd meg, hogy merre vagyunk. Erfurttól fent a 4-es autópálya. Ott van egy benzinkút és ott. Utálom, hogyha... Nem talált, talátgass. Hát tolatgatok én, de semmi értelme. Azt a fát nem tudod kivágni gyorsan. Teked jobbra a kormányt és úgy. Na... Vágj ki jobbra menjen a kamion. Hát tudom, mit mondasz. De amikor tolatsz. Várjam, mert be kell venni vizébe. Az nem jó. Megoldás. Megvan ez a V nyomva. Na, akkor berakjuk 1-esbe. Ez a váltó kemény dolog.
Hát az, hogy az már ilyen. Gyere már ki onnan. Ne kelljen már lemondanom ezt a fuvart. Na, kigyűsz végre, kigyűsz, kigyűsz. Nem, nem fog kigyűnni. Nem akar kigyűnni. Azt mondja, menj jobbra, előre, full balra, tekerni, tolatás. Hát ez olyan, Laci, néz külsőből. Ja, azt, azt esetleg még jó. Nézzünk tolatást. Ma már nem sok kell. Váltó. Nézd meg, hát a betyár 700-át neki. Jaj, de jó. Zolikám, ezt a lucot, ezt magadnál kell hirdetni amúgy. Nem tudom, beírod most az éve. Csetbe. És most, hogy nem tudok, mert ha kilépek, akkor nekem annyi. Ki is vagyok. Na, csak sikerül most már. Hát nem tudom, mit kell itt szenvedni, amire kihozom innen. Remélem most kikerülöd a fát. Mehetünk, itt voltunk. Kösz van ide, más nem tudok. Szép, most éles, balos és kész. Na, gyerünk közben. Igen, ez nagy beret volt, gyerekek. Azért mondom, Zoli, hogy ne tegyél ilyet a csetre, mert a moderátorok kivágnak, meg az izé is, látod, az izé is, a bot is ki letilt. Jó, hát... Na, sikerült ezt kiszedni, gyerekek. Na, hát csak egy csetre... Cset, kemény volt, csetre figyeltem csak. Csak egy csetet olvastam el közben, semmi mást. Hogyan vagytok most a konvojba? Hát úgy vagyunk, kérem szépen, hogy megyünk Angliába, hova is megyünk? Ami Aberdeen vagy. Az volt a kérdés, hogy hányan vagytok a konvojba? Ja, hányan vagyunk most a konvojba, nem tudom. Ajajajajajajaj. Ötten közben felugrott nekem a Discord. Áj, de jó. Ja. Te is beugrottam? Nagyon jó lesz. Na, akarja most az igazságot valahogy. Nem szabad ilyen hosszú fuvarokat vállalni, szerintem. Négy az biztos. Itt az a... Én most megkérdeztem volna, hogy mi folyik itt gyöngyösen, de... Itt semmi sem folyik, és nincs is gyöngy.
Na most miért? Miért fulladsz le? Nem a bot tiltotta le, hanem én 5 percre. Csavad, mi az? Ha feldobod, csavad, ha leesik, akkor egy tank. Orosz népmese. Nézd már-e! Hát elindítom, azt lefullad. Hát a betyárját. Miért hármas? Nekem nem is fullad be magától a kamion. Meg kéne néznem megint a külső nézetet. Nézzük a külső nézetet, hogy mibe akadtunk bele. Nagyon semmibe, csak egy táblába. Új, mama! Azt mondja, hogy megsérült a motor. Azt tudom. Akkor perfix. Motor sérült meg, és emiatt kisebb a motor sérülés, akkor van esélye, hogy meghal. Aha. Köszönöm szépen, közben a lúcot. Aha. Na csak kiszedtük innen is, jó van. A kis chat olvasás meg minden, az mire képes? ATS-ben jártam így én is, Csíkbárónak közben 64. Lúca várakozik, köszönöm szépen. ATS-ben jártál így, Dragon? Csak 3% volt a sérülés. Uh-huh. Ezt a numpadot kikőszemni, gyerekek. Na most addig nem tudok itt izélni, most miért lép ki? Tehát azt nem értem, miért jelenik meg nekem most itt a Discord, érted? Úgy. Megjelenik itt a Discord nekem, és akkor ezért pedig most minden szobát letiltottam. Azt mondja, valaki ért az Xbox 300 GTA Online-hoz? Nem. Én nem. Itt vagytok, Zoli? Itt vagyok. Geri, az hova tűnt? Ja, itt vagyok. Geri, az hova tűnt? Nem tudom. Szerintem most lépett valami erre, nem mennie kellett. Nem tudom. Jó. Na ez így hosszú menet lesz, ha ilyen sűrűn lefulladok. Perfix parancs, ha sérülés van a motoron. Nem akarom még használni. Még kitartóak vagyunk, tudod. Jaja. Én szokom, amikor szükséges. Néha, ne is sem mindig. Még csak a kerekek rosszak, az még nem olyan vészes. Cseten se ért senki hozzá, nem tudom, kérdezz meg. Szerintem már írtak volna, ha értenének hozzá. Mihez? Az Xbox 360 GTA Online-hoz. Fasír, DC-n nézd meg, hogy nem az átfedés, bekapcsolás melyik gombra van állítva. Hát én most kormánnyal vagyok, Fasírt, és lehet, hogy annak a valamit ottan olyant nyomtam meg, vagy nem tudom. Mert közben így néha a billentyűzetet is megnyomom, tudod. Mert ugye vettem egy G29-es kormányt, és avval tolom. Jó kormány is az. 6-osba kéne lenni. Jó, jó, nagyon amúgy bejött a DC, azt meg, hogy be se léptem. Bejött a DC, meg az, hogy be se léptem. Hova, Dragon? Be tudsz ide lépni. Ide bárki be tud, mert egyből a bot az egyből jogot ad neked, tehát ad neked egy alapjogot, amivel az alapszobákba be tudsz lépni.
De ha nem, akkor meg majd behúzunk. Szólsz és akkor behúzunk, hogyha ide akarsz jönni. Úgyhogy nem értem, miért kell Xbox Gold ahhoz, hogy online-ozzam. A DCL-se indítottam, úgy értem, nem nézem, a live megjelenik a DC-n. Aha, Garcia Forma 1 2019-ben lesz 2010-es Ferrari McLaren. Aha. Jó, kés, Robikám. Ez nagyon jó hír. Itt van Tibi. Gyere Tibikém, ne maradj le, nyomjad neki. Ja, nem tudtam, hogy vettél kormányt, mert a vezetésed nem változott. Hát, de változott, csak már kezdek fáradni, ma nem az volt az első kanyar. És még van ebből 1700, van még ebből? 1600. Nálam. Valaki jaj, nézze már. 1600, ja, 90. Okay. Na gyerekek, mennyi? 7 óra 9. Azt nézzétek meg, hogy hány óráig kell ezt teljesíteni? Tehát mennyi idő van a teljesítésére? 9. 11, vagy na, 20 óra 33 perc van a teljesítésére. Valós időbe. 23 óra? 20 óra 33 perc. Hát akkor még egy alvás belefér. Hogy a brand tenné meg. Legalább 18 klasszikus autón van, aha. Először felmentem. Ja, én is úgy látom. Nem baj, talán kicsit nagyon forgalom. Meg itt meg lehet valahol talán visszamenni. Mindjárt főborult meg, én ezt nem hiszem el. Várjál meg amúgy. Hát azt nem hiszem, bakker. Jó, lefordultam. Na de jó, hogy ilyenkor... Várj meg addig, Robi. Vagy Robi, Zoli. Jaja. A lefulladás... Istenét neki. Na. Hát itt a fűben vagyok, visszafordultam, de próbálok visszajutni a másik sávba, ha itt lesz valami áthajtó. Megálltam addig. Ott még előttem, felé mögöttem. De rángott ez a kormány. Úgy. Na, mondom kettes. Jó, hát ti menjetek, én szerintem nem fogok menni. Mert? Azért, mert ez bukta. Na itt nem tudom, átférünk-e? Nem, ennyi, nem megyünk. Egyrészt nincsen fuvarom. Nincs fuvarod? Miért? Hát fölvetted, vagy fölborultál? Ja, felborultam, aztán el is vette, a mentésnél már el is vette. Itt át lehet férni elvileg, van akkor a hely. Most elméletileg, meg is mondom, neked Amsterdamba vagyok, tehát... Hát hogy kerültél te Amsterdamba? Hát... Az egy kérdés. Mindegy, hát én itt befejeztem. Én már úgy vagyok vele, hogy Angliába tartok, úgyhogy szembesávba megyek, nem Zoli? Hát ja, csak bárhoz neki ott a szerverről, ha valaki jelent, az a veszély.